Szakmai fórummal egybekötött könyvbemutatót tartottak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem dísztermében, ugyanis nemrég jelent meg Karl von Clausewitz a háborúról című művének új kiadása. Az esemény nyitóbeszédében dr. Isaszegi János nyugalmazott vezérőrnagy kiemelte, hogy a volt porosz tábornok Clausewitz tanulmánya a hadtudomány irodalmában mindmáig meghatározó szerepet tölt be. A könyv bevezetője dr. Csikány Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvédtiszt képző karának tanszékvezetője írta. Az ezredes a rendezvényen elmondta, hogy Clausewitz munkája háború természetéről, elméletéről, a hadászatról, az ütközetről, a haderőről, a védelemről és támadásról, valamint a haditervről szól. Clausewitz a napoleoni háborúk után foglalja össze mindezeket a hatalmas változásokat, amit a nagy francia forradalom, illetve a napoleoni háborúk jelentettek. Alapvetően megváltozik a háború arca. Francia forradalom után minden francia ember polgárjogot kapott és közösségi jogot, ezek a jogok maguk után mondták, hogy katonának is el kell menniük. Vagyis a háború most már ilyen össztársadalmi üggyé válik, ezáltal sokkal inkább átpolitizálódik. A társadalom minden szegmense érinti a háborút és fordítva is. És ezt nyilván egy teljesen új összefüggési rendszert hoz létre, és ezeket az összefüggéseket próbálja Clausewitz rendszerezni. Tulajdonképpen elsősorban a katonai vezetés szempontjából, a katonai vezetési szinteket különválasztva, meghatározva, fogalmakat felépítve, és ezt az egész katonai vezetést beépítve, behelyezve az össztársadalmi működésbe. Dr. Boldizsár Gábor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvédtiszt képző karának dékánja arról beszélt, hogy Clausewitz könyvének egyik legfontosabb üzenete az, hogy a háború a szerző szerint nem más, mint a politika folytatása más eszközökkel. Történelmi koronként változik, hogy ez a más eszköz, ez elsődleges eszköze, és valóban az erő és a hatalom kultuszát éljük, hogy vannak bizonyos korlátozó szabályok, nemzetközi jog elvei, amelyekkel ez csak egy végső, legutolsó eszköz lesz. Az, hogy a politika jelöli ki a célt, és a haderő ennek egyik, és a hadsereg ennek egyik megvalósítási eszköze, ez egy olyan aranyigazság, amely e könyvben íródott le, és évszázadok óta ehhez az alaptételhez nyúlunk hozzá. A háború köde az mindig az a bizonytalansági tényező, amellyel szembesülünk, és ma már látjuk, hogy vagy a mai konferenciánk után már látjuk, hogy a gazdasági életben, a reklámmarketingben, a vezetőképzésben, de a háborúban is. A parancsnok egyedül van, rendelkezésre állnak információk, különböző eredetűek, különböző hitelességűek, vagy igazak, vagy nem, vagy időben helyesek, vagy jóval korábbiak, és az ő nagyságán múlik az, hogy hogyan tudja ezt a helyzetet értékelni, hogyan tudja abból a kevés és időnként bizonytalan eredetű információból eldönteni, hogy mit kell cselekedni, mert eljön az időpillanat, amikor nem lehet tovább várni és több információt gyűjteni, hanem cselekedni kell, ezzel is megtartva a kezdeményezést. A bemutatón elhangzott, hogy Karl von Clausewitz a Háborúról című könyve legújabb kiadásának egyik célja az újabb generációk, elsősorban a tisztjelöltek katonai műveltségének szélesítése.